Hallgassátok meg testvéreim Istennek igéjét, amit írva találhatunk Pál apostolnak a Timóteushoz írt második levelében, a második levél első részének a harmadik versétől a kilencedik versre lezárva. Az ige olvasását a gyülekezet legyen. Thank you.
szégyeltet a múltunktól szóló bizonságunkat. A gyülekezet kohat. Nagyon sokat adnának, ha a munkahelyükön
időben leülni, és az adódó problémákat megbeszélni. Menjünk, ne ábrándoznak ilyen munkatársakon, ilyen munkatársakon. Igen, tudom, ezek a szószékről nagyon profán kifejezések. De az egyház benne is a dolgokban. Pál is benne ér az akkori világban. Volt egy küldője, egy feladatta, aki nem volt más, mint a feltámadó Krisztus, aki elküldött és rábízta a feladatot. Menj és tégy bizonyságot róla. És elindult Pál Damaszkuszból. Nézzük egy kicsit vissza. Visszamegy Jeruzsálembe, ahol nem fogadják szívesen, de van egy közösség, vannak munkatársak, akik felkarolják, akik mellé állnak, akik támogatják, akikkel örök együtt dolgozni. Kapcsolat a munkatársakkal. Pál, az öreg apostol, és Timóteus, az ifjúsok szolgatás, aki hívő, hívői háttérrel rendelkezik, olvashatjuk az igét, Pál említi az édesanyát és a nagyanyát, de tudván tudja azt is, hogy Timóteusnak kormány volt az apja, és talán Pál egy kicsit a fiatal önmagát látja ebben a fiatal szolgatásban. Hasonló családi háttérrel rendelkezett ő is. És a sokat megélt, bölcs apostol tanítja fiatal munkatársát. Én hiszem, hogyha végzős diákjaink elvallanak az iskolába, és ha ti fiatalok oda jutok, hogy az évszámokat megírt szallag, a bocskai ruhátokra lesz tűzve, és elhagyjátok a Pápai Református Gimnáziumot, akkor megemlegetitek azt az idős vagy idősödő bölcs tanárokat, legalább közülünk egyet, akiről elmondhatjátok, hogy egy életre szóló útra való kaptam tőle, aki tanácsadó volt, aki bátorított, aki utat mutatott, akitől sokat tanulhattam, akinek néhány bölcs szavát magammal viszem az életre. Szívemből kívánom, hogy legyen ilyen példaképetek az életek során. Így tanítja az öreg Pál a fiatal munkatársát. Ne szégyelj a mi Urunkhoz szóló bizonyságtétel. Ez nem felszólítás, ez nem parancs. Ez egy szívből jövő kérés. Tele alázattal, tele szeretettel, tele gondoskodással, tele a Krisztus igényért való remegéssel és aggódással. Megképzik előttem a két ember, a két arc, az idős és a fiatal, ahogy Pál kéri Timóteust, akit fiának nevez, akiről gondoskodik, akiért aggódik, akiben a jövőt látja, akire talán rábízhatja mindazt, amit ő képvisel, akkor is, ha már ő nem lesz. Kérdel kéri, ne szégyeld, ami Urunkhoz szóló bizonyságtétel.
fordítják. Rólatok itt az Isten, rólatok gyülekezet, és önmagamról is. Bizonyságtevőkről és hallgatókról. Gyülekezeti tagokról és diákjainkról, akikről csak reméljük, hogy odahaza az otthoni gyülekezetben titeket is gyülekezeti tagoknak szólítanak. Ez a közös vonás kell, hogy összekapcsoljon bennünket. És ha ez össze tud bennünket kapcsolni, mert mindannyian egyen-egyenként valahol egy-egy gyülekezetnek tagjai vagyunk, akkor már is van egy közös kapcsolópont, és kapcsolatban vagyunk egymással. Éppen ezért van még egy fontos feladat. És ez a harmadik gondolat lehet a bizonyságtétel, növekedni ebben a kapcsolatban. Pál bízik Timóteusban. Atyai szeretettel buzdítja, és emlékezteti az Isten kegyelmi ajándékaiban. Nem olyan rossz tanító mester, az öreg apostol, hogy kiosztaná a feladatot a fiatal diáknak, és útjára bocsátaná, és azt mondja, ha megoldja a gyerek, és lásson a megoldást. Pál sem így ült el valamikor Krisztus. Parancsot adnak, aztán hátat fordítva neki, eszköztelenül útvai hazítás nélkül. Pál nagyon jól tudja, hogy a feladat nem könnyű. De szívében érzi, és megvan róla győződve, hogy a fiatal munkatárs képes erre a feladatra. Van hozzá talentuma, Istentől kapott ajándéknak. Ezeket szedi most itt sorra, és buzdítja vele Timóteust. Legyen bátorsága a hitét megvallani. Fiatal barátaim, diákjaim, az ige nektek is szól. Egyen-egyenként. Vegyétek magatokra, legyetek vele tisztába, nem húzhatjátok ki magatokat a felelősség alól. Ezt el lehet odázni, mint a házi feladat. Lehet tologatni, mint egy beadandó dolgozat időpontját. De mint az iskolában, itt is. Számon beszélve. Krisztus meg fog szólítani mindannyiunkat. Hol voltál? Mit tettél? Növekedtél-e a megragadtad a módot és alkalmat arra, hogy többet tudj meg róla? Kihasználtál-e minden lehetőséget arra, hogy beszéljünk róla? Meg fogja kérdezni, mit tettél akkor? És kényelmetlen lesz a helyzet, ha azt kell mondani. Éppen beszélgettem a harcokon. Bocs, uram, de mással voltam elfoglalva, és nem azt mondtam. Ne haragudj, de nem értem rá. Fontosabb dolgaim voltak ettől. Az ige bátorítása
hallgass. Ne légy közömbös, vigyázz, ne gyújtsd ki az Isten igét, és azokat, akik bátran hirdetik, akik nem szégyellik, akik kiállnak, alkalmas és alkalmatlan időben. Nem könnyű a feladat. Néha talán kényelmetlen. Néha nem biztos, hogy szívhez szóló, ami elhangzik. De Isten hív, Isten küld, és a szolga, a munkatárs feladata, hogy szóljon. Erre az útra hívja magával Pálapostól a fiatal Timóteust. Ne szégyeld hát a gyúróból szóló bizonyságtételt, se engem, az ő fogját. Mert ő hívott el szent hívásra. Ezért lehet növekedni a kapcsolatban. Istennel és a munkatársakkal való kapcsolatban. Mert aki összeköt belénket, ő adja meg az erőt, a szeretetet, a józanságot, az ő lelke által. Hiszen Isten kegyelme által lehetünk munkatársak. Kicsik és nagyok, idősek és fiatalok, lelk és felnőtt, szülők és gyermekek. Hiszen egy közös van bennünk, és ez nem más, mint a mi Úrunk Jézus Krisztus, aki hív és elküld bennünket, aki az igén keresztül kér, ne szégyeld a róla való bizonyságtételt. Legyen ez ott a mi szívünkben, a mi gondolatainkban, de legfőképpen a mindennapjainkban, csendjen vissza, sokszor, mindannyiszor, ahányszor szükség van rá, ne szégyeld a Krisztusról szóló bizonyságtételt. És áldás lesz az életünk, a munkánkon és a Krisztus nevén is. Úgy legyen. Ámen. Feleljük az együttetésen, az már 67. dicséretünk első versével, az úgy énekesünk 412. dicséretben. Jöjjünk! Yeah.
ez evidens, szóra sem érdemes, mondd el, hogy a mi szívünkben hálaadás. Tudjunk mindenkor, mindenért hálát adni, téged dicsőíteni. Így kérünk most, a szent hajlékokból eltávozunk, tudjuk magunkkal vinni a hálaadást túlvízni. Ne feledkezzünk el a hétköznapok sorrására, sem róla, okunk akkor sem, amikor próbaként el érvelünket. Így kérünk most, a gyászoló családot, te töröld le a könnyeket, velünk őriző, még azt a pásztorok, de védünk a betegekkel. Te könnyítsd a betegség nehéz terhét. Te áld meg mindazokat, akik hozzád fordulnak a gyöngésükben. Légy velünk most és minden időben. Így kérünk, Urunk, legyél mindannyiunkkal, idősekkel és fiatalokkal. Legyünk mi a te munkatársad, mert te elhívtál meg. Legyen miénk a felelősség, amit ránk terheltél, hogy szent egyházat növekedjék, hogy meglássa a világ, hogy te minket hívtál, és róla bizonyságot teszünk. Szent lelkedet, így erősítsd meg minket ebben a szolgálatban. Amen. Mi azért, hogy mi